A trianoni békediktátum 92. évfordulóján Lenemil Gyergyószárhegy volt polgármestere egy emléktáblát adományozott Vecsésnek. Hát lassan már megszokjuk, hogy jönnek ezek az emléktáblák Emil részéről, de azért egy kicsit el kellene magyarázni, hogy ebből az alkalomból most ismét Vecsésre hozta egy emléktáblát. Mi ez az indítatás? Miért hozod ezeket az emléktáblákat Vecsésre? Én úgy érzem, hogy kötelességem, hogy ezt megemlékezzünk legalább egy emléktáblával. És itt pillanatig vissza kellene menjünk az időbe, az 1996-97-es évre, ezelőtt 15 évvel, amikor a testvértelepülési kapcsolatot létrehoztuk, Vecsés város, Vecsés nagyközség volt ugye akkor még, és Szárhegy, Székelyföld, Gyergyószárhegy faluja között. Tehát ez örülök annak elsősorban, hogy a testvértelepülési kapcsolat megteremtése után sok kapcsolat létrejött, gyerekek voltak itt Vecsés városban, ugye elvitték a parlamentbe különböző sportmegnyilvánulások, és jó kapcsolatok alakultak ki. Tehát ez is hozzájárult ahhoz, hogy igazán észrevegyük, hogy az anyaország egy picit azért mellettünk áll, és az elszakított, egy tolvonással elvont kisebbségbe került nemzet, magyar nemzet, délvidék, félvidék, Erdély, hogy mégis az anyaországi politikusok és minden jóindulatú ember mellettünk kiállott. És ennek kapcsán gondoltam, hogy megérdemli azt, hogy emlékezted, és emlékezzünk meg róla, kőbe vésve, hogy igenis köszönjük meg ezt a melléállást a székesség részéről. Tehát Szárhegy község és a székesség nevébe hoztam ezt a táblát végül is. Június 4-én az emlékünnepségen meghatódva mondtad, hogy neked ez az ünnep duplán ünnep. Én azt szeretném most tőled megtudni, hogy neked miért ennyire fontos ez az ünnep, és miért volt ennyire meghatódva? Hát azt hiszem, az időben itt is egy pillanatot vissza kell menjünk. Már gyerekkortól, mint mindenkinek, minden székely embernek álma volt az anyaország, és az anyaországot úgy képzeltük el valaha, én részemről legalább, nagyon anyás gyerek voltam, és édesanyja. Tehát mind az édesanyát és az anyaországot majdnem összekötöttem, és mindig vágyódtam. Talán úgy volt, hogy nem is fogom sohasem megtudni, hogy mi az az anyaország, vagy mit is rejteget magába, vagy hogy is nézhet ki, és ez mindig egy olyan vágy volt, és nem utolsó sorban, hogy mint gyerek 1945-ig magyar állampolgár voltam, és a legnagyobb ünnep azt hiszem az életemben, most 2012. május 15-e, 11 óra 27 perckor, amikor letettem az esküt Móricz gáton, Csontos Máté polgármester előtt, és egy egész tekintélyes létszámú közösség előtt, és egy boldogság volt, ezt kimondani nem lehet, csak átérezni. Higgyétek el, hogy az, aki nincs benne, csak felületesen érzi át azt az érzelmet, amit te, amikor benne vagy, és letettem, hogy esküszöm, igen, és mindent megteszek a magyarságomért. Mostanáig is megtettem, mostanáig is megtettünk, és a székesség részéről is megtettünk, és szerintem mindenfélét. Viszont ez most még ráadásul jó eső érzés volt. Azt hiszem, az ünnepi beszédénben is elmondtam a tegnap, hogy mit jelentett, amikor a 93 éves édesanyám, ugye 2004. december 5-én, amikor éjszaka, éjfélkor itt Magyarországon, és nálunk az éjfél után egy óra volt, amikor végül mondták, hogy nem sikerült, ugye, mert nem volt kellő szavazottát, szóval nem értük el a kétharmados többséget, habár büszkén mondhatom, az 50%-on felül is jó eső érzés volt. Csak sajnos akkor így azt hiszem félre is magyarázták egyes politikusok, és most ezt is meg akarom köszönni, és a tábla végül is, az emléktábla,
azt igazolja, hogy köszönjük meg minden politikusnak, minden egyes embernek, aki mellé állott a székesség, és úgy a felvidéki, a délvidéki magyarok kettős állampolgárságának az elismeréséhez, megkapásához. Tehát ezt valahol meg kell köszönni, és köszönjük. Én azt tudom mondani, és merem mondani, hogy minden egyes jóindulatú ember, aki ezt hozzájárult, a Jóisten segítsen. Romániában hogyan fogadják azt, te ezt belülről érzed, hogy valaki kettős állampolgár, és ezen belül ugye magyar állampolgár is? Érdekes a kérdés, és tényleg vajódik bennem ez a gondolat. Nem szeretném, hogy félreértse valaki, de azért el kell ismerni, hogy a román fél részéről a politikusaink, a józan gondolkodású politikusok, ugye kivéve a szélsőséges politikusokat, nagyon kedvezően fogadták, és ez egy öröm részünkre, és meg kell köszönjük nekik is, hogy igazán mondhatom, szimpatikus volt talán részükre, hogy megadták a kettős állampolgárságot, és nem felrúgták, vagy nem üzték el kegyetlenül azt a gondolatot, hogy most nem szabad a kettős állampolgárságot, mert akkor elveszíted, egyszerűen elveszíted, ott az az ezer éves szülő hazádnak az állampolgársági viszony. Mert mint például Szlovákiában is, ugye, hogy megtagadták, kitagadták abból a szülő hazából, ahol ők léteztek, ugye, és 300, 400, 500 ezer évvel ezelőtt is léteztek, most már ugye nem lehetnek szlovák állampolgárok, ezt viszont a román politikusok pozitíven kezelték, és köszönöm részemről nekik is. Nekem sose volt gond így a politikusokkal, a román politikusokkal, illetve a román néppel. A politikusokkal van a baj, legtöbbször azt el kell mondani, mert azok hergelik. Amikor választások jönnek ugye Romániába, akkor bedobják a magyar kérdést, hogy ilyen, a magyarok ilyen, olyan, el akarják foglalni újra Erdélyt, stb. Tehát ez minden egyes alkalomkor ez lefut ez a kérdés, és ezzel érvelnek, ezzel politikai csatározásokat vívnak. Ugye. De különben nagy általánosságban nem volt. Tehát a színplanét nem verekszik, nem vitatkozik egymással. Végzi a munkát mindenki, a politikusok hergelik egymást.